Én Miszlibesz Ferenc vagyok, és én vagyok a felelős mindazért, ami itt problémaként felmerül. Város, meg mindenkinek a szemük jól tudják ezt. I'm a troublemaker, tehát nem tudom magyarul, hogy mondják. Igen. Évtizedek óta igyekszünk létrehozni a kollégáimmal azt, amit most végül sikerült, egy olyan advanced study, magyarul lefordíthatatlanul felsőbb fokú tanulmányok névrehallgató intézetet, aminek a lényege, hogy problémákra koncentrál, és nem disziplinákat próbál meg továbbfejleszteni. Érthetőbben olyan problémák, komplex problémakörök, mint a fenntarthatóság, az energiakérdés, a városok lehetőségeinek a kutatása, próbálunk összekapcsolni. És ez az intézet most már több mint másfél éve működik, korábban alapítványként több mint két évtizedig működött, és ez a 22. olyan nyári egyetem, amit az alapítvány, illetve most már az intézet közösen szervez. Nagyon boldog vagyok, hogy erre a konferenciára sor kerül, és egy csomó olyan új kollega lépett be az életünkbe, akik nagyszerű hálózatokkal, kutatással gazdagítják a programjainkat. Ilyen például az intézetnek az egyik központja, talán a legfontosabb a Kraft központ, a Kreatív Városok Fenntartható Vidék egy kutatási irányzatként indult körülbelül 5 évvel ezelőtt, és most már ennek az új intézetnek az egyik központja, aminek a vezetője Gál Zoltán professzor úr, akit most elment, mindjárt jön, és két kiemelkedő kutató, Szabó Lajos és Zilahi Gyula, itt ülnek tőlem balra. Nekik köszönhetjük, hogy ezt a mai nemzetközi konferenciát, amit ilyen szép számmal látogatnak, ezt sikerült megrendeznünk. Ennek a célja az, hogy egyik célja az, hogy az intézetben folyó Kraft kutatásoknak legyen egy nemzetközi dimenziója. Tehát pontosan tudjuk, hogy ezt a gondolatot, hogy a kis- és középvárosok kreativitását, értékeit be kell forgatni a fejlesztési koncepciókba, ezt nem csak mi találtuk ki, különféle formákban, különféle megfogalmazásokban megtalálhatók a környező országokban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, de messzebb is, Portugáliában és az Egyesült Államokban. És szeretnénk egy olyan kutatói hálózatot megteremteni, ami részben már elindult, ami hát bekapcsol minket és a mi magyarországi nyugatpannon és így tovább elképzeléseinket és törekvéseinket egy nemzetközi vérkeringésbe. Van is egy angolul megjelent kötetünk, amit itt kézbe vehetnek, megvásárolhatnak. Szeretnénk egy következő kötetet csinálni részben ennek a konferenciának az anyagai alapján. Hát tulajdonképpen egy olyan intézetről van szó, amely interdisziplinárisként és nemzetköziként is definiálja magát. Ezt még fontosan tartanám elmondani, hogy a kutatóink között több nem magyar származású kutató is van. Ez is meglehetősen unikális, tehát egy posztdoktori intézet, amely próbál a jövőben doktori programot is indítani, egyetemekkel együttműködni, de alapvetően az advanced study típusú kutatásokat és publikációkat, illetve a gyakorlati fejlesztéseket tűzte ki céljául. Tehát amiről ma itt szó van, azt különféle formákban, jelentések és javaslatok formájában meg fogják kapni a döntéshozók városi, megyei, országos, sőt európai uniós szinten. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy különösen a társadalomtudományoknak, de egyáltalán általában az akadémián ki kell lépni abból a, hát nem tudom, elefántcsontorony jellegű közegből, amiben valahogy bele kényszerült, vagy bele manőverezte magát, és sokkal direktebb módon kell részt venni ennek a nagyon bonyolultá, veszélyessé és gyorsan változóvá váló világnak az alakításában. Lehet, hogy ez egy kicsit, ez egy hübriszre való elképzelés, de azt gondolom, hogy felelősséget kell vállalnunk, és az intézetnek ez az egyik missziója, a Kraft központnak meg különösebben. Én nem szaporítanám a szót, átadnám, akkor visszaadnám Zilahi Gyula professzor úrnak. Köszönöm, hogy itt vannak. Én
is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ugye ez a harmadik Craft konferencia, és a konferencia nevében mindig benne van az, hogy nemzetközi, és ez látható majd a mai előadásokon is, hogy igyekeztünk egy jó hazai nemzetközi előadóból álló konferenciát szervezni, és ahogy a igazgató úr elmondta, a nemzetközi dimenzión kívül a tudományos oldala is nagyon fontos. A Craft egy gyakorlati projekt, amely elsősorban a lokális, regionális fejlődést próbálja meg előmozdítani, de ennek nyilván komoly tudományos alapja is van, és ebből próbáltunk meg minél többet behozni a mai napot. Én most nem is csatolítanám a szót, hanem megkérném Ák Pétert, hogy tartsa meg köszöntőjét, és utána majd még én úgyis visszatér. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Craft mai konferenciáján, Kőszeg országgyűlési képviselőjeként. Engedjék meg, hogy az önök nevében is tisztelettel köszöntsem államtitkár urat, Cseresznyis Pétert, köszönjük, hogy ő is velünk van, és minden egyes résztvevőt. Tisztelt polgármester úr, tisztelt professzor úr! Szeretném megköszönni, hogy ismét itt lehetek, és köszönhetem a harmadik nemzetközi Craft konferenciát. Lassan mindenki megszokja, hogyha augusztus, akkor Kőszeg. Mindez indokolható lenne a múlttal is, hiszen akkor emlékeznek arra itt ebben a városban, hogy ezeknél a falaknál 1532-ben a magyar bátorság és a leleményesség fel tudott tartóztatni egy olyan világhódítót is, mint a török szultán Szulejmánt. Mindennek már 485 éve, azonban Kőszeg nem csupán azzal az egy történelmi eseménnyel rakta le a névjegyét a magyarság és egyben a nagyvilág asztalára. Hosszú felsorolás helyett elég minden ideérkezőnek egy sétát tennie a településen. Így lehet megérteni. Kőszeg rabulejti az ember lelkét, messzire viszi a képzelő erejét, és nagy tettekre ösztönöz. Így innovációra és kreativitásra sarkal. Talán a Craft projekt is így született. Az a Craft projekt, amely két megközelítés alapján is érdemes a tiszteletünkre. Egyrészt Misztivec Ferenc kezdeményezésére, Magyarország kormányának támogatásával új fejezetet nyitott Kőszeg modernkori történetében. Másrészt pedig olyan új szellemi műhelyé vált, amely egyedülálló nem csupán hazánkban, de talán Közép-Európában is. Ennek bizonyítéka a kőszegi augusztus programjai. A mai Craft konferencia és a joggal fantasztikusnak nevezhető nyári egyetem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az imént azt mondtam, ha az ember tesz egy sétát Kőszegen, akkor rabulejti az ember lelkét, messzire veszi a képzelő erejét, és nagy tettekre ösztönöz. Így vagyunk ezzel mi is mind, akik köszöntőbeszédet mondanak. Ez a város nagyszerű múltú, ebből pedig az következik, hogy ezt az örökséget úgy kezeljük jól, ha méltón adjuk át az utánunk jövőknek. Ennek alapján akkor dolgozunk megfelelően, ha nem csupán múltja, de a jövője is nagyszerű lehet. Legalábbis megteremtjük az esélyét ennek. Ahogy néztem a programot, úgy láttam, arról is szó lesz, hogy mindehez a Craft maga mit tett hozzá. Példaértékű teljesítmény ez, amelyhez gratulálhatunk. Tovább kell azonban még dolgoznunk a város fejlesztése érdekében. Ennek egyik újabb elemét jelenti az a napokban megjelent kormányhatározat, amely a Szombathely-Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztéséről rendelkezik. Ezzel Ausztria és Bécs is közelebb kerülne egész Vasmegye, így a térség számára. Számos lépést kell még tennünk, azonban ez is azt jelzi, hogy haladunk. Ezt bizonyítják mindazok a pályázatok is, melyek támogatásáról idén beszámolhatunk. Ezek révén újabb 1 milliárd forint érkezhet erre a csodálatos településre. Épülhet a város tehát. Épülhet az itt élők érdekéből. Épülhet azért, hogy általa még szebb legyen Magyarország. És természetesen épülhet önökért, akik hírét viszik ennek a csodálatos helynek. Tisztelt résztvevők! Önök, akik ma részt vesznek a konferencián, és mind tovább építik a maguk módján Kőszeget. Hiszen ennek a szellemi műhelynek köszönhetően gyarapszik a város. Azonban azt is hiszem, hogy önök is gazdagabbak lesznek tudással, másoktól begyűjtött tapasztalatokkal, gondolatokkal, inspirációkkal, célokkal. Kívánom, hogy a mai konferencia is arra ösztönözze önöket, amelyekre egész Kőszeg. Legyen magával ragadó,
képzelőerőt megmozgató és nagy tettekre ösztönző. Értékes napokat kívánok mindenkinek, és ne feledjék, ha augusztus, akkor Kőszeg, találkozunk jövőre is. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájunkat, külön Cseresnyés Péter államtitkár urat, Ák Péter országgyűlési képviselőt, és minden régi arcot, és külön az új arcokat, akik lehet, hogy sokan talán először vannak itt Kőszegen, és bízom benne, hogy nem utoljára. Mint elhangzott, harmadik Kraft konferencia, nemzetközi konferencia, és nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem önöket ez alkalommal Kőszegváros önkormányzata nevében, és bízom benne, hogy ennek is még lesz sok-sok folytatása. Mondhatjuk azt, hogy hagyománya van már ennek a Kraft konferenciának, így már harmadik alkalommal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nyilván sokan tudják, de talán nem mindenki, hogy Kőszeg hatalmas örökséggel rendelkezik, kulturális épített örökséggel, amit ránk hagytak elődeink, ami óriási kincsünk, de egyúttal hatalmas kihívás is felelős számunkra. Ák Péter képviselő úr erről beszélt, és köszönöm szavait, méltató szavait, és köszönöm eddigi segítségét is, hogy a városnak a fejlődését megpróbálta előmozdítani, és ahogy szavaiból kivettem, a jövőben is erre bízva számíthatunk. Tehát ez egy oltári nagy felelősség és kihívás számunkra, amit önmagunk saját erőből biztos, hogy nem tudnánk, nem tudtunk volna megoldani, és éppen ezért egy azt mondhatom, hogy szavakkal meg sem tudjuk köszönni, hálálni azt, amit a Kraft program révén Magyarország kormánya biztosít Kőszegnek, hogy ezt a kulturális örökséget nem csak, hogy megőrizzük, hanem olyan módon használhatóvá, kulturális és egyéb tudományos tartalommal megtöltve tovább hasznosíthatjuk, amit elődeink is így gondoltak, amikor ezeket építették, létesítették, hogy ez a bizonyos Csernel utca, ami Úri utcaként volt elnevezve annó, nem véletlenül a felsőnemesek azért költöztek ide Kőszegre, vagy a főnemesek, mert 18. század közepén 1724-ben egy nemesi ítélő tábla indult Kőszegen, közel 150 évig működött, és ez vonzotta ide ezeket a szellemi nagyságokat, és ennek az öröksége, úgy gondolom, ez a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, és minden ilyen fajta szellemi műhely, ami ide köré szerveződik. Ez a város számára, tehát oltári borzasztó nagy lehetőség, de figyelemmel kell lennünk a itt lakók, itt élőknek a szükségleteire, elvárásaira, amit igyekszünk természetesen figyelembe venni. Most nem akarom hosszasan felsorolni, hogy mi az, ami már megújult, mi az, ami már funkciót kapott, de ha csak ezt a bizonyos Úri utcát, a Csernel utcát említem, ami a nulladik programban már elnyerhette azt a külsőt, ami 21. századnak azt hiszem, hogy mindenképpen követelménye, hogy egy ilyen tudományos központnak a az odavezető utcája is megfelelő legyen, ne, hogy mondjam, tócsákon keresztül kelljen oda menni, az épületek ne vízbe álljanak, stb. Stb. Ez megtörtént ennek az utcának a felújítása, illetve az Európa Ház, amely a központja is a Európa Tanulmányok Intézetének, Felsőfokú Tanulmányok Intézetének, illetve a Zinger Palota, a mi városunk büszkesége, az öreg torony, és kiváló helye a szellemi életnek. Nagyon sokan már ezt megtapasztaltuk, és köszönjük azt is, hogy a város is ebből úgymond profitálhat, több rendezvényt tarthattunk már ott ebben a megújult Zingerben. És hát a folytatás is nagy bizakodásra ad okot. Festetics Palota és a város szívében álló Bencés Rendház, ami ugye elkezdődött a nulladik programban, és hát szintén milliárdos költséget jelentenek a felújítása, valamint a Bálház, és a végcél a Máváz, ami most már 10-15 éve. És a zsinagóga. És a zsinagóga is természetesen, ami majd olyan kulturális célokat is fog szolgálni, ami a szakrális lehetőséget megtartva tovább tudja szolgálni az itt élőket. És a végcél a Máváz, ugye amennyiben az felújításra kerül, a tervezése rövidesen elindul, mint ahogyan tegnap hallottuk. Azt hiszem, akkor fog ez az egész program kiteljesedni, és mondhatjuk azt, hogy amit ránk hagytak őseink, azzal megfelelően sáfárkodtunk, és
talán amit Ottli Géza is vallott és mondott ezzel kapcsolatban, az így szól, hogy a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. Tehát ezzel a szellemiséggel én azt hiszem, hogy mi tovább folytatjuk a munkánkat. Eddig a hozzáadott érték, ami Kőszegen megtörtént, azt hiszem, hogy önmagáért beszél. Tehát a meglévőhöz újat adtunk hozzá, és köszönet ezért Mi Szivec professzor úrnak, Felsőfokú Tanulmányok Intézetének és a Kraft programnak. És önöknek pedig, kedves vendégem, kívánom azt, hogy érezzék jó magukat Kőszegen. Kicsit úgy vesszenek el az egzugos történelmi utcákban, talán úgy lehet legjobban megismerni Kőszeget, és kicsit érezzék is otthon magukat. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, és eredményes konferenciát kívánok mindnyájuknak. Thank you.